Az Utamegyeri úti csarnokában rendezték az idei felnőtt judó csapatbajnokságot. A mindig szikrázó összecsapásokat hozó versenynek ezúttal külföldi vendégei is voltak. Japánból érkeztek sportolók a Cselgáns terembe. Petrányi Imre szakosztályigazgatóval beszélgetek. Üdvözöllek, nagy szeretettel Imre, ismételten jó, hogy itt vagy. Hogy itt voltak japánok nálunk ilyenkor karácsony előtt? Hát gondolom náluk is vannak azért ünnepek. Hát mondhatnám, hogy a Jézuska hozta őket, de nem igazából így volt, hanem egy kapcsolat kezdett kialakulni, mert már második alkalommal vannak ők nálunk, és hát ez ilyen csere dologból, hogy mi megmegyünk vissza hozzá, és próbáltuk erre az időszakra. Ez egy tartományi válogatott volt, 14-18 éves srácokból, tehát magyarul ezek, így van, ezek középiskolások. Így van, ezek a japán középiskolának a reprezentánsai voltak, ez a Gunma tartományból, ugye ez Tokiótól egy olyan 150 kilométerre van körbe ez a rész. Nagyon szép, minket is meghívtak, úgyhogy onnan jöttek ezek a fiúk. Hogy találkoztatok? Hát ez nem mégse Szekszárd vagy Szombathely, hát ez a japán nem két lépésre van tőlünk. Igen, ez egy nagyon régi kapcsolat, ez még a tokiói olimpián jöttek össze a Kozma Pici bácsival még annól. Tokiói olimpia 1964. Olyasmi, így van. És akkor kezdték el felvenni a kapcsolatot a magyarokkal, mert tudták, hogy a birkózás és a judó küzdő sportok ismerik egymást, és onnantól datálódott egy régi edző kolléga, aki még ott részt vett, és újra megtalált minket egy pár éve, és ezt újítottuk fel, ezt a kapcsolatot. Ez nagyon jó. Ki tanult kitől? Hát most mi nyertünk, de igazából azért azt hiszem, mi tanulhatunk tőlük, főleg még ebben a sportágban. A sportról beszéltünk, de előtte néhány szót váltottunk már, és mondtad, hogy voltatok kint Japánban náluk tavaly vagy tavaly előtt, és azok a gyerekek, akik kiutazhattak, részt vehettek ezen a túrán, más emberként tértek haza Japánból. Így van, egy teljesen komolyabban szalam, amíg még itt vacilál az ember, hogy tanuló legyen, sportoló legyen, ugye jönnek a lányok, jön az új világ, amit egy csomó mindent felfedeznek ugye magukon 16 évesen. Ez egy komoly elkötelezettség lehet, azt vettük észre a fiúkon, hogy sokkal komolyabban veszik a sportot azóta, és tudatosabbak sokkal. De itt ugye tudjuk, hogy Japán a judo hazája, ős hazája. Népszerű sporták, hát persze, hogy népszerű sporták. Mennyien űzik ott kint? Van róla valami számadatod? Hát pontosan nem tudom, de gyakorlatilag mindenki űzi, mert az iskolában gyakorlatilag alaptantárgy része, úgyhogy valamennyit az iskolában kötelezően judoznak. Úgyhogy az esés tanulástól kezdve mindent ők csinálják. Úgyhogy nagyon-nagyon sokan. Ezek a srácok, akik eljöttek most Magyarországra, eljöttek hozzátok, milyen színvonalat képviselnek? Milyen erőt? Igazából ez nem a teljes válogatottjuk, szóval azt tudni kell, hanem ez egy középiskolás válogatott, elég jók azért, mi meg majdnem, hogy a teljes válogatottunkkal szerepeltünk, ugye egy Budapest válogatottal küzdöttek, úgyhogy büszke jelentem, hogy meg is vertük őket, de hát ez kint megfordítva volt, mikor mi mentünk ki, akkor sajnos mi kaptunk ki, bár nagyon jó meccsek voltak küzdelmek. Ha azt mondom, hogy japán és judo, és azt mondom, hogy ute és judo, mi a hasonlóság és mi a különbség a két csapat között, a két ország között? Hát talán a fegyelem, ugye kezdhetnénk ott, hogy egy teljesen tudatosabb, fegyelmezettebb nép, mint mi vagyunk. Hát ez jó is, meg rossz is. Ugye Japánban a judo az egy alapsportág. Szóval van egy pár olyan sportág, amit igazából szeretnek. Magyarországon is kezdünk e felé lenni, és hát Újpesten azért hál' Istennek a judónak már van híre és neve, úgyhogy picit hasonlítunk. Biztos, hogy hasonlítotok, mert hiszen ezen a csapatbajnokságon mindenki itt volt, aki él és mozog a mai magyar cselgány sportban. Hát itt volt Csernovicki Évi, akkor a tesók, segítsél, az ungvári tesók, mindenki itt volt, és azt láttam, hogy ugye ez a bemutató mérkőzést, amit a kedves nézőik itt néha-néha láthatnak a bejátszásban, ez a verseny előtt zajlott. És azért hiába kisgimnazisták, hiába fiatalok, mindenki, hát mondhatom, hogy árgus szemekkel figyelte, mert mégiscsak japánok. Csak nem az olimpikonjaink is tudnak tőlük tanulni.
de hát mindenki tud tanulni tőlük. Szóval az a helyzet, hogy ők annyira klasszikusan szépen művelik ezt a sportot, hogy még esztétikailag is jó nézni őket. Szóval egy teljesen más a mozgáskultúrájuk, úgyhogy ez érdekli a nagyokat is, igen. Mi volt a visszajelzés? Meg gondolom azért csak beszélgettél a versenyzőkkel, vagy a vezetőkkel. Mit szóltak ahhoz, hogy ezek a srácok itt? Én inkább azt mondom, hogy bemutatóztak itt nálunk. Igazából ők is nagyon élvezték, ők is nagyon izgultak, mert ugye őtőlük mindenki győzelmet vár, hogyha kimennek. De nagyon jól érezték magukat, csinálunk természetesen több programot, az Aquaparkba elvittük őket, hogy kicsit Újpestet is mutogassuk nekik, és hát sok programot csinálunk, középiskolába visszük őket, Tatára vittük le, edzőtáborba őket, ott is, hogy a többi magyarnak is közkincsét adjuk őket igazából, még hívtunk Ukrajnából is vendégeket, ők is részt vettek az edzéseken, Erdélyből is, ugye Csíkszeredából is hívtuk régi kapcsolatunkat, ők is részt vettek. Ilyenkor próbáljuk kihasználni azt, hogy itt vannak, hogy minél többet lássanak ők is, és őket is minél többen lássák. Lesz folytatása? Bízunk benne, hogy lesz. Igen, valószínűleg meghívást kapunk újra egy csapattal, és akkor megint próbáljuk a fiatalokat tovább inspirálni abban, hogy ki tudjuk menni. Ugye nálunk Újpesten az útéről beszélünk, inkább utánpótlás nevelés folyik. Ti arra hegyezitek ki a szakosztályt, hogy sok-sok gyereket megtanítsatok, és fantasztikus alapokat adjatok a magyar cselgánysportnak. Felnőttek nincsenek nálunk? Hát igazából most nincsenek éppen jelenleg, de ez nagyon rövid állapot remélhetőleg, mert ugye azért az olimpián is azért csak volt egy ötödik helyezettünk, meg idén azért, aki Európa-bajnok lett egy fiú, az is innen jött föl, hát sajnos eligazoltak, mert anyagilag nem nagyon tudtuk megtartani a profikat. Hát azon dolgozunk, hogy ez később ne így legyen, hanem itt nyerjenek nálunk Újpesten érmeket. Ahogy téged ismerlek, előbb-utóbb ez egyenesbe kerül, úgyhogy lesz itt még válogatott versenyzőnk is. Ha már az anyagiakról beszéltél, hogy működik ez? A Japán nincs közel, se nekik Magyarország. Ez kinek a zsebét terhelte ezt az utazást? Tulajdonképpen ugye itt a judóban én a Budapest Szövetséget is képviselem, mert ott is van egy kis funkcióm, és igazából ezt próbáljuk a Budapest Szövetségnek a keretén belül ezt a meghívást megcsinálni, és ezért is visszük őket mindenfelé, hogy a többi klub is élvezzen belőlük, és ezt ő segítségével csináljuk. Az elmúlt évben azt tudom, hogy indultak versenyen is a srácok, akik a Japánból itt voltak, vagy a közelmúltban a Budapest kupán versenyeztek. Most nem volt rá mód, hogy valami versenyt rendezzetek? Hát most vagy rövid volt az idő? Igazából őnekik csak ez az időpont volt jó, és ugye erre most vannak ezek a olyan versenyrendszerben Magyarországon, hogy nagyon nehéz egy teljesen külön rendszert csinálni. Azért próbáltuk a csapatbajnoksághoz berakni ezt, mert így azért többen is látták őket, és egy pici kis versenyszerű is volt ez. Tehát versenyszerű. Így van. Lesz mit mesélniük, amikor hazaérnek? Itt gondoltam ugye, mert az előbb említetted, hogy edzőtáborban Tatállen voltak, meg egy, de azért csak karácsonyi forgatag van most már itt nálunk, adventnek az utolsó heteiben vagyunk, napjaiban vagyunk, lassan jön a Jézuska. Ők ezt egyáltalán voltak a karácsonyi forgatagban? Hát voltak, illetve még most is itt vannak, úgyhogy most még őket azért visszük mindenfelé. Nekik ez egy nagyon nagy élmény, mert ugye ott azért náluk nincs ilyen karácsony, szóval ők ezt nem tartják. Úgyhogy ámulnak, bámulnak, mert nagyon szép föl van azért a város díszítve, úgyhogy még egy hajókázást tervezünk nekik este, gondolom az esti fényben is fogják élvezni, úgyhogy tetszik nekik nagyon, sok élménnyel mennek haza biztosan. Mi már kipróbáltuk a sushit, ugye ezt a van, aki nagyon szereti, van, aki kevésbé. Én nem mondok véleményt, mert nem én vagyok a főszereplő. Ők hogy vannak a magyar koszttal? Hát az az igazság, hogy bedobtuk őket a mély vízbe, mert ugye szombaton a találkozó után az egyik edző kollégánknak az édesapja csinált marha lábszárpörköltet,
illetve én is elkövettem egy kis halászléfőzést. Ezt hogy fordították le? Őszintén a japánul nem tudod, hogy hogy hangzik a marhalápszát pörkölt? Sajnos nem tudom, volt egy tolmácsunk, elmondta, de nagyon-nagyon ízlett nekik. Igen? Szóval volt, aki háromszor szedett a pörkölből, még a halászléből is többen szedtek, úgyhogy... Hát mondjuk a halételben nem csodálkozom, hiszen azért ők rengeteg halat fogyasztanak. Csak ott inkább a tengeri hal. Szóval ott maga ugye az édesvízi hal az nem mindig, de a tengeri hal igen. Ízlet nekik. Tehát lesz miről mesélniük. Lesz, biztosan. Igen. Képzeld el, amikor majd kimentek jövőre, vagy reméljük a... Hát nem sokára, bízom benne azért, hogy jövőre, akkor megkapjátok majd az igazi japán ételeket. Igen. Az? Igen, szóval ott is teljesen más a hagyománya, és nagyon, nagyon érdekes és ízletes. Én mondjuk én szeretem a távol-keleti ételeket, de a gyerekek is nagyon nyitottak voltak rá, mikor voltunk. Itt voltak, vagy itt vannak még a japánok. Igen. Azért lassan hazautaznak. Lassan itt a karácsony és az év vége. Mi a programotok még? Pihenés, vagy már? Hát nagyon nincs pihenés, ez egy... olyan sport, hogy ugye most már elkezdtük az alapozást a következő évre, mert januárban már mennek újra a versenyek, a válogató versenyek. Az IFI korosztályunk közül 16-17 éves gyerekekből nagyon sok ügyes fiunk van, úgyhogy azért itt várhatóak a közeljövőben szép eredmények, úgyhogy azokat elkezdjük már készítgetni, hát illetve a kisebbek is. Illetve nálunk van ez az ővizsga, hogy látjuk, hogy milyen övekben vannak, milyen színekben. Ilyenkor van arra idő, hogy egy kicsit gyakorolgatjuk ezeket, és mindenki tudjon feljebb lépni egy jobb színnel. Az övvizsgánál, ha már mondtad, ez tényleg érdekel, hogy fekete öv, meg lila öv, meg sárga öv, meg fehér öv. A technikát, a dobásokat, a kinézetet, hogy zajlik egy övvizsga? Nagyon röviden. Nagyon röviden, megvan egy bizonyos dobás, illetve technikai repertoár, amit megvan, hogy minden övnek mit kell tartalmazni. Ezt úgy hívják akkor, mint más sportágokban mondjuk, hogy technikai minimum vizsga? Hát majdnem, nem teljesen ilyen, de gyakorlatilag ez a lényeg. Ennek van, mert van ugye állásból is dobások, földharcban is technikák, és illetve ugye ez úgy működik, hogy minél színesebb az öve nálunk, annál több mindent kell tudnia. Úgyhogy azért van, hogy a sárga ugye a legkezdőbb, és a fekete ugye már a mestervizsga. És akkor ezt kell szertartásosan kell bemutatni, ugye megvan minden lépés, meg van koordinálva, hogy kell megcsinálni mind a két oldalra, úgyhogy egy elég komoly dolog egyébként. Tehát akkor fejben is ott kell lenni a versenyzőnek, mindenféle a vizsgázónak. Igen, hát a versenyen is, szóval ez hál' Istennek agyatlanul nem lehet csinálni. Ugye ez, akárhogy beszélünk és akármiről beszélünk, a judo, a cselgáncs, az egy küzdősport, és hát rejtveszélyeket. Mondom, ezek a vizsgák mind hozzá tartoznak, hogy ne sérüljenek meg az emberek, ne okozzanak sérülést. Így van, hát főleg ugye ahogy a kisebbeknél elkezdjük, a legelsők mindig az esés gyakorlatok. Egyáltalán minden formában tudjon esni, előre, hátra, oldalra, hogy biztonságos legyen. Addig nem is kezdjük el a dobásgyakorlást, amíg nem tudják biztonságosan az összes esésformát. Úgyhogy így van felépítve az egész. Tehát felépítitek úgy, ahogy te építed a szakosztályt. Átlépünk januárra, februárra, márciusra. A korosztályos válogatottaknak adunk versenyzőket? Persze. Mire készülnek az utések, mire készülnek? Hát nagyon reméljük, hogy ugye lesz azért egy IFI világbajnokság, Európa bajnokság, oda szeretnénk felkészíteni őket. Úgyhogy meg lesz már IFI olimpia is, azt hiszem az két év múlva, de oda is elég komoly kis gárdát szeretnénk kiküldeni, úgyhogy reméljük, hogy lesz valami. És utána majd már felnőttek között azért már húzogatják a bajszokat. Van olyan gyerekünk, aki már azért ugye a felnőttek között is már elelvel egy-két jó nevű versenyzőt. Mikém, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk így a munka dandárjába. Pontosan tudom, kedves nézőink, hogy még a japánokkal találkozik Petrányi Imre, hiszen nem sokára visszautaznak a srácok a felkelő nap országába. Kívánom neked, hogy ezek a srácok, akik most a japánok ellen küzdöttek, mert nem bunyóztak, küzdöttek, igen, és a tanítványaitok sok-sok szép eredményt hozzanak nekünk a 2014-es esztendőben, és kicsit később is. Boldog új esztendőt kívánok, és áldott békés karácsonyt. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm.